Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy nagy meglepetés vár rád. Miről van szó? Az itt látható a képen. Itt felül van a szűz jegyének a szimbóluma, és az azt jelenti, hogy rendezed a dolgaidat. Azon kívül a szűz jegye jelenti a gyógyító erőt is. Sőt, itt látható a képen a gyógyulás. Tehát, ha beteg vagy, vagy valaki a családban, akkor itt megvan ez a gyógyító hatás. Az is lehet, hogy ez a hivatásod, és itt rendeződnek a dolgok. A szűz jegye felett Merkur bolygó uralkodik, itt látható a képen Merkur bolygó szimbóluma. És az utal a cselekvésekre, a kommunikációra, a tudásra. Amit még a képen látunk, ez egy nagy szertartás. Ezt megteheted, hogy minden úgy alakuljon az életedben, ahogyan te elképzeled. De valamit változtass a tartásodon. Erre utal itt ez a kártya. Itt bal oldalon ez a bokor fel van díszítve. Ott vannak az arany érmék, de ez nem a tiéd. Ezek az érmék másokhoz tartoznak. És te pontosan ebbe az irányba tekintesz. Összehasonlítod magadat másokkal, és mindig úgy gondolod, hogy mások értékesebbek, mint te vagy. Holott itt van előtted a te érméd, csak le kellene hajolni, felvenni, a kezedbe venni, hogy tudd azt, hogy mennyire értékes vagy. Ezek nem csak a belső értékek, hanem megvan a tudásod, megvan a tehetséged, vedd kezedbe a dolgokat, itt lehet például egy munkahelyi változás. Ha nem hiszel ebben, akkor ez lesz a tartásod, hiszen nem tudod, mi vár rád. Teszel egy lépést előre, ott van alattad a talaj, vagy lezuhansz a mélybe. Így akkor minden olyan bizonytalannak tűnik. Viszont, ha megvan a hited, akkor a csillagok segítenek számodra, hiszen szerencsét hoznak. Amit ez a csillagkép még jelenthet, asztrológia vagy kártyavetés, egy spirituális terület. És itt van nálad ez a forrás. Lehet, hogy ez a te hivatásod. És ha ennek tudatában vagy, akkor ez lehet egy munkahelyi változás. Itt ez a négyes szám utal a biztonság érzetére, és ez nagyon-nagyon fontos most neked. Az anyagiakat illetően, a munkát illetően, a párkapcsolatot illetően. De itt is megvan a rossz tartás, hiszen mindent úgy fogva tartasz, és nem tudsz előre haladni, nem tudsz mozogni. Holott ott ülsz, a kincses ládán, és ebben a kincses ládában mindaz benne van, ami fontos, ami értékes számodra. A hivatásod, a család, az anyagiak, a jólét vagy a szerelem, mindaz ott van, ott ülsz rajta. De addig, amíg a kezedben tartod ezt az érmét, és úgy gondolod, ezt meg kell tartani, hiszen ez biztos, amíg így látod a dolgokat, nem tudod kinyitani a kincses ládát, mert nem szabad a kezed. Tehát engedj el valamit. Ezek lehetnek negatív gondolatok, például ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy rossz kapcsolatok. Tehát engedd el azt, amire nincs szükséged. És ha így lesz, változtatsz valamit a tartásodon, a hozzáállásodon, akkor itt lesz egy új kezdet, erre utal a
tízes szám, amikor egy új periódus kezdődik. És itt láthatóak az érméknél, hogy így rendeződnek a dolgok, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, a párkapcsolatot illetően, ami itt is látható, hiszen ez a férfi átnyújtja ezt az arany kelyhet, és az jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád. De még visszatérve erre a kártyára, itt megjelenik három generáció. És az szimbolizálja a múltat, szimbolizálja a jelent, szimbolizálja a jövőt. Hol kell lenned? Nem a múltban, nem a jövőben, hanem a jelenben. Visszatérve még erre a kártyára, a mai napon készíthetsz egy szertartást, mert az hatásos. Minden úgy alakul, akkor, ahogy te ezt elképzeled, te erősítsd a hitedet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!